Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mi hazánk munkaügyi kabinetjének videójában, és amint látható, valamelyest egy rendhagyó videóról lesz szó, ugyanis a háttérben látszik, hogy egy repülőtér mellett vagyunk, ennek komoly jelentősége van. Ugyanis itt van mellettem Krisztián, aki egy reptéri dolgozó volt, és ő vállalta, hogy arccal, névvel elmondja, hogy hogyan járt, hogyan távolították el a munkahelyéről milyen jogsértések merültek fel, és hogyan áll az ügye, amely bírósági szakaszba is lépett, és nagyon fontos, hogy ezt az ügyet bemutassuk, már csak azért is, mert többeket érintett, nem csak őt, és ezeket a jogsértéseket a Mi Hazánk munkaügyi kabinetje szeretné a nyilvánosság elé tárni, szeretne segíteni az ilyen dolgozóknak, úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót, átadnám Krisztiánnak a lehetőséget, hogy röviden mondja el, hogy mi volt a munkaköre, mióta dolgozott itt, és hogy egyáltalán kezdjük meg a történet ismertetését. Krisztián? 2017-ben kezdtem el dolgozni a Iszfrenc Nemzetközi Repülőtéren, mint utasbiztonsági ellenőr, vagy újabb nevezése, védelmi ellenőr. A feladatom a, a vizsgálás, monitorozás, illetve utas átvizsgálás volt. Ezt, ezt a munkámat én a hivatástudattal, becsülettel csináltam. Nem egyszerű munkahelynek gondoltam, hanem elhivatottságnak hivatottságnak a megtisztelő volt számomra, hogy a polgári légiközlekedés védelmét biztosíthatom. Munkám mindig felelősségteljes és becsületes volt. Ennek ellenére sajnos 2020-ban, az úgynevezett COVID járvány idején a járványra hivatkozva elküldtek a repülőtérről. Azt természetesen a tudomásunk volt, hogy a csoportos létszámleépítések lesznek, és hát, hogy a légiforgalomnak a lecsökkenése miatt ez szükséges. Ennek ellenére engem és 20 kollégámat előre kivettek ebből a csoportos létszámleépítéssel érintett csoportból, és külön csak sima felmondással elküldtek. Ez a gyakorlatban pontosan mit jelentett tehát, hogy ezt hogyan közölték veletek, ha kérdéseket tettetek fel, hogy miért ez az eljárás, milyen válaszokat kaptatok? E, igazából e, konkrét indokot e, nem mondtak. A, a, egy ilyen, hogy mi vettek minket ki ebből a csoportos lé, létszámlépítéssel érintett kollégák közül, az nem derült ki. A, igazából ez úgy történt, hogy előtte történt egy ilyen mézes mozdog elhúzás, mert a légiforgalom ugye visszaesett, vagy gyakorlatilag nullára csökkent. Uh, felajánlottak egy olyan lehetőséget, hogy vagy fél munkaidőben dolgozunk, vagy úgynevezett készületi szabadságon leszünk, ahol 20%-os munkabérért uh, csak akkor kell bejönni, hogyha hívnak. Én a fél munkaidőt választottam, és ez azt a látszatot keltették, hogy ezáltal megőrzik az én munkahelyemet, még ha fél pénzért is, de megőrzik. Ehhez képest néhány nappal uh, teljesen váratlanul a egy munkanapon kiemeltek a munkahelyről, végigfúrosztottak a repülőtér különböző részein, míg a, a egyes terminálon a háresek előtt nem kötöttünk ki. Ott maszkba beöltözve, úgy mintha legalábbis leprások lennénk, előadták azt, hogy, hogy a repülőtér működése összefüggő, összefüggő okokból elküldenek minket. Ez hús kollégánkat tették meg. Korábban még tulajdonképpen el is bogatalizálták ezt az egészet, de ott a elbocsátáskor már úgy mozdba beöltözve ilyen, annyit sem mondtak, hogy köszönjük a munkátokat, csak ezen szárazon közölték, hogy el vagyunk küldve, és holnap mehetünk a hárra átvenni a papírjainkat. Mi korábban ugye már beszélgettünk egymással, és akkor említetted nekem, hogy ilyen suttogó jelleggel azért visszajutogattak információk hozzátok, és a te esetedben ugye Problémaként merült fel állítólag, hogy szóvá tettél bizonyos ö, problémákat, ö, ami a munkahelyi hangulatot illeti, hogy esetleg az is száka lehetett a szemükben, hogy nemzeti érzelmű vagy. Erről azért beszéljünk már egy kicsit, mert ö, érdemes. Igen, hát én kifogásoltam egyes kollégáknak a hozzáállását, vagy több kolléga hozzáállását is, mind a Flegma Goromba stílus, mind a többi kollégával, mind az utasokkal, illetve bizonyos biztonsági intézkedések nagyvonalú kezelését is kifogásoltam, udvarias hangú levegőben tájékoztattam erről a felső vezetőimet, illetve hát a nemzeti elköteleződésem az ugye a közösségi oldalon az látszódott, és mivel ott sok ismerősöm van, tehát ők is látták, meg a kollégáim is látták, és hát engem is figyelmeztetett közvetlen vezetőm, hogy ha itt előre akarnék lépni, akkor úgymond vigyázzak, hogy mit osztok meg a Facebookon. Egyébként a nagyon sok akár a vezetőségben, akár a kollégák közt is, hát ö, elég sokat úgy látszott, hogy inkább a bal liberális oldalhoz húznak, és azáltal már is lehettem a szemükbe. Ezt a hátam mögött is hallottam így visszabeszélve, meg úgy érezhető is volt velem szemben. Nyilván nem mindenkire mondom, hogy így viselkedett, de, de elég sokan így álltak hozzám. Nyilván azért azt le kell szögezni, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Tehát Magyarországon nem történhet meg az, hogy valakit politikai nézetei miatt hátrány A munkahely az nem a politizálás színhelye ilyen téren, tehát ez biztos vagyok benne, hogy törvényellenes volt. Minden esetre, miután megtörtént ez a kirugás, akkor ugye te ezt nem hagytad annyiba, illetve szerettél volna pertársaságot is indítani, sajnos a többi munkavállaló ezt nem merte meglépni, te viszont tovább harcoltál az igazadért, bírósági szakaszba is jutott az ügy, ott mi történt? Igen, a sajnálatos módon a elsőfokú bíróságon egy rendkívül arrogáns lekezelő kioktató bírónőt fogtunk ki. Tulajdonképpen az ügyőrem által mondott bírói pártatlanságnak a nyomás lehetett észrevenni rajta. Úgy gondoltam volna, hogy egy munkaügyi bíróság az elesettek, a elküldött munkavállalók mellett jobban vagy nagyobb eséllyel áll ki, vagy ha nem áll ki, akkor legalább nem mutatja ki nyíltan. De gyakorlatilag az egész tárgyaláson egy ilyen nyomasztó hangulatú, a munkáltatónak szurkoló, Minket ilyen gúnyosan, flagmán, lekezelően kezelő bírónőt fogtunk ki. Tényleg a, a mindegyes mondatunkba belekötött. És a végén egy ilyen... a, a, a koncepciója az volt az ítéletben, hogy amit a munkáltató mond, a szentírás, amit mi mondtunk, az csak vélemény. Tehát ez így van jól. Ez volt az első része a dolognak. Megpróbáltuk másodfokon megfelelőzni ezt az igazságtalan ítéletet. Megjegyzem egyébként, hogy a, a több olyan tanú volt kolléga és kiállt mellettünk, aki jelezte, hogy hallotta hogy a felső vezetéstől, hogy mivelünk problémák voltak, azért küldtek el. A ominózus kolléga, például üzenemi tanács tagja volt, tehát egyetemben ez elhangzott a bíróság előtt, sőt az én felső vezetőm is azt tanúskodta a bíróságnál, hogy velünk nem volt semmi baja, de mégis mi velünk szerettek volna a legkevésbé dolgozni. Hát ezt nem tudom hova tenni ezt a kifejezést, de úgy látszik, a bírónő, bíróság szerint ez rendben volt. Aztán másodfokra adtuk be, fellebbeztünk, és itt tárgyalás nélkül elutasították azt a fellebezésünket, még arra sem adtak esélyt, hogy, hogy tárgyaláson másodfokon bizonyítsak. Azt tudom, hogy egy pert meg lehet nyerni, vagy el lehet veszteni, de hogy még esélyt sem adnak rá, hogy ilyen gyáván védik a munkáltatót, ez, az nonsens. Jelen pillanatban a, a kúriának, kúriánál tartunk, vagy pontosabban nekik fog beadni per újítási kérelmet, mert minden szakmai alapot nélkül ez az egész eljárás, hogy velünk viselkedtek. Meg emberi alapot különösen. Most itt az előbb felmerült az üzemi tanácsnak a helyzete, tehát hogy önmagában az, hogy valaki az üzemi tanácsnak a tagja, az negatív megvilágításba helyezte őt a munkáltató szemében. Uh, igen, az, az, az könnyen lehet. Igen, az tanácsnak az ominózus tagja sem dolgozik már, már a cégnél. Tehát őt is elbocsájtották? Uh, nem tudom pontosan a hátterét, de, de, hogy már nem dolgozik az. Milyen, milyen, hatást tudott vagy engedtek kifejteni az üzemi tanácsnak, illetve tudtatok-e arról, hogy valamilyen szakszervezet létezik-e, amely esetleg a ti érdekeiteket képviselni? Úgy általában véve mennyire éreztétek azt, hogy lenne lehetőségetek dolgozói érdekképviseletre, vagy ez nem igazán jelent meg? Nem igazán jelent meg. Sajnálatosan azt tudtuk, hogy van üzemi tanács, csak tudtuk, hogy tárgyalnak is a munkáltatóval, meg összejönnek időnként. Sok eredményét nem láttuk. Ez ugyanez példa volt rá, amikor ezt a csökkentett munkaidős javaslatot kihozták, aztán mégis elküldtek. Igazából nem, nem, túl sok, túl sok eredményt nem éltek el a munkáltatónál, és még ebben a kolléganőben volt annyi besület, hogy legalább ezt, ezt elmondta neki, nekünk, hogy azt hallotta rólunk, hogy úgymond mi nem vagyunk, velünk valami probléma van, nem vagyunk megfelelőek. Ú, úgy az, a másik az, hogy próbáltak volna olyat is, hogy felajánlották azt, hogy az elküldő dolgozóknak később, ha helyre helyreáll, akkor visszaveszik őket sőt, a, esetleg a, ez miatt anyagilag bajba került dolgozóknak egy ilyen, biztosít, ilyen alapot létrehoztak volna, egy ilyen alapítványt, hogy a, a, azok támogassák a, a elküldött elküldő dolgozókat. Mi ebbe se kerültünk bele. Tehát a csoportos létszámlépítéssel érintett dolgozók éltek is ezzel a lehetőséggel, és kaptak is ilyen lehetőséget, többet azóta visszavettek. Meg alapítványtól pénzt is kaptak, viszont mi 20 semmit. Tehát se föl nem ajánlották, aki, aki tőlünk esetleg kért volna tőlük segítséget, az nem kapott. A elküldésünk után az, az üzemítanásról szintén próbáltunk fordulni, de gyakorlatilag csak mellébeszélés, aztán megszüntették velünk a kapcsolatot. Sokat nem értünk el velük. És miután ez megtörtént, utána el tudtál helyezkedni másik munkahelyen? Nem volt egyszerű, de elhelyezkedtem. Hát sajnos kisebb munkabérért, és olyannyira, hogy jelenleg a fő munkahelyem mellett másodállást is kell válnom, gyakorlatilag szabadnapom alig maradt, és hát minden erőmet felőrli a létfenntartás. Tehát itt beszéltünk is a videó előtt arról, hogy van olyan heted, amikor hétfőtől vasárnapig kell dolgoznod, tehát egyetlen egy szabad napot sincsen. És szóba került az a felmérés is, ami éppen a napokban látott napvilágot, hogy a magyar dolgozóknak minimum 34 a kénytelen másodállást vállalni az infláció miatt, mert hogy a KSH szerint 8 kal romlott a vásárló értéke az átlagbéreknek az egy évvel ezelőttihez képest. Na most ismerve a KSH adatait szerintem ez a helyzet még rosszabb, mint, ez a, mint amit ez a 8 mutat, de ez már túl is mutat a konkrét esetem, illetve a te helyzetet pontosan rávilágít arra, hogy föltette -e valaki azt a kérdést akár a kormány részéről. Ugye, hogy az milyen ö, tragikus helyzethez vezethet, hogyha a dolgozó embereknek a nagy részének ugye másodállást kell vállalnia, és még úgy se tud normális életszínvonalat biztosítani a családjának, annak a családjának, akivel nem is lesz ideje törődni, hogy itt a teljes magyar társadalom mentálisan kerül egy lefelé tartó spirálba, ha úgy tetszik, és meg is kapjuk a nem túl szép végeredményt, hogy a magyar társadalom ezért boldogtalan, és itt nem feltétlenül csak pénzről van szó, hanem ugye egyéb más szabálytalanságok, emberi visszáságok is tapasztalhatók a különféle munkahelyeken, ahogy itt a te munkahelyeden is ez látható volt. Tehát ugye egyrészt van egy gyenge fizetés, ami a magyar dolgozóknak sajnos ö, problémája, de azért ö, vannak itt olyan problémák is, amelyek nem feltétlenül pénzügyi kérdések, hanem hozzáállásbeli kérdések. Most mire számítasz így ennek tükrében, hogy... Ö, a kúria hogy fog dönteni, ha esetleg elutasítja, akkor is tovább harcolsz -e az igazadért milyen terveid vannak? Mindenféleképpen akármit is dönt a kúria, mondjuk úgy, hogy remény, ha meg utoljára bízom benne, hogy esetleg egy perújra felvétel keretében biztosítja az esélyt, hogy, hogy újból kiállsak az igazamért. Ha nem sikerülne, Tulajdonképpen bármi e, törvényes módon e, halszolni fogok, e, nyilvánosság, a mozgalom segítségével. E, úgy gondolom, hogy ne hagyja magát az ember. Sajnos a kollégáim is ennek estek áldozatul, hogy sokkal jobban féltek, a, féltek e, mint, mint hogy kiáltak volna mellettem, és hogy segítettek volna ebben. E, én úgy gondolom, hogy ha én becsülettel dolgoztam egy cégnél, tényleg hivatástudattal, és mondjuk ezt kapom vissza három év munka után, tényleg, hogy a egyik pillanatról a másikra egy reménytelen helyzetbe kitesznek az utcára, akkor folytatom a harcot. Nagyon komoly perköltséget vertek rám egyébként, tehát kb. Ilyen 300 ezer forintot. Azt sem érdekel ilyen értelemben. Én úgy azt szeretném, hogy szeretnék tudni a tükörbe nézni, és bármi is lesz a vége, minden törvényes eszközzel folytatni fogom a harcot, és bízom benne, mint ahogy most is, hogy a mi hazánk mozgalom mellettem áll. Hát ezt mindenképpen meg tudom ígérni, a mi hazánk mozgalom melletted áll, és nyomon fogjuk kísérni ezt az ügyet a továbbiakban is. És nagyon köszönöm neked, hogy ezt így nyilvánosan is elmondtad. Nem kis bátorságra val. remélem, hogy ez ösztönző példa lesz sokak számára, mert egész egyszerűen nincs más út, hogyha mi nem fogunk össze és nem állunk ki magunkért, akkor ettől a kormánytól, ettől a rendszertől úgy tűnik, hogy nem kaphatunk segítséget. El kell kezdeni ezt a harcot. A mi hazánk mozgalomnak eltökélt célja, hogy majdnem egy olyan országot építsen fel, ahol a magyar dolgozó az első. Ennek egy kis lépése volt, akár ez a videó is, a te kiállásod is, úgyhogy folytatni fogjuk, és biztos, hogy hallani fognak még a kedves nézők is erről az ügyről és sok más ügyről is. Úgyhogy még egyszer köszönöm neked, hogy elmondtad ezeket. Én is nagyon köszönöm a segítségeteket.